Mercs István, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket a Vai Kastélyban. Betegség miatt Molnár Sándor, a Vai Ádám Múzeális Gyűjtemény vezetője nem lehetett ott a rendezvényen, pedig az ő és felmenőinek, családjának neve egybefort a kastély múltjával és jelenével. 1964. október 4-én, tehát pont 60 éve nyitotta meg a kapuit az akkor Kuruc Vai Ádám Múzeum néven futó intézmény, itt a Vaiak ősi fészkében, Vaján, és most ugye a 60. évforduló jelenti az apropót. Ebben a hat évtizedben rengeteg minden történt ebben itt ezen a területen, itt ezben a komplexumban. A téma adta magát ugyanis a Vai család ősi fészke, a Vajai kastély, és a múzeum újranyitásának, vagy múzeum megnyitásának a szülőatya és a családja nagyon aktívan részt vesz mai napig ennek a gyűjteménynek az életében. Molnár Mátyás és családja nevéhez fűződik az elmúlt 60 évből, szerintem nem számoltam ki pontosan, de tulajdonképpen 50 legalább. A program egésznapos elfoglaltságot kíván és lehetőséget az eszmecserére. Mercs István azt is elmondta, igyekeznek közérthető, szórakoztató előadásmódban bemutatni a történelmi családok valóságát és olykor mítoszait. Tehát a család történet innen jött, és hát a család az része az identitásunknak, alapvetően határozza meg a létünket. Van, aki ebből mítoszt farag, van, aki pedig azt szereti, hogyha lecsupaszított tényekben a realizmushoz húzóan beszél a családról, de az, hogy a család az alapvető személyiségünknek az alapvető meghatározója, az egyértelmű, és akkor ezért adtunk ilyen kicsit bigflakkos címet ennek a konferenciának, hogy családi történetek, ugyanis minden család őriz olyan történeteket őseiről, hozzátartozóiról, amelyek családon belül a megtartó erőként működnek, és különösen érdekes ez akkor, hogyha elmúlt koroknak a család történeteit vizsgáljuk. Tehát voltak éppen lesz egy kicsit kuriózum előadásunk is, ugyanis túlvilági család egyeztetésekről is fog beszélni az előadónk, Raskóczi Eszter, Dante isteni színjátéka kapcsán. Tisza Sándor Rajmund polgármester arról beszélt köszöntőjében, hogy miért is fontos a település lakói számára a kastély múltja, jövője és jelene. Ez az épület, azt gondolom, hogy a helyi kultúra központja, a település szimbóluma, országszerte is, hiszen a címerünk is tartalmazza, annyira híres az épületünk, hogy talán az országban erről ismerik Vaját, és mint az Alföld egyetlen reneszánsz kastélya, erre nagyon büszkék vagyunk, és ezeket szeretnénk ápolni a jövőben is, hogy az intézmény minél jobban megismerjék. Ezt támogatja az önkormányzatunk is, bár ugyan állami intézmény, a Nemzeti Múzeum része a Vai kastély, de nagyon jó az együttműködés az intézménnyel, az intézmény vezetőjével, Molnár Sándorral, akinek az édesapja alapította ezt a múzeumot, és hát ez a helyi kulturális élet motorja lett az elmúlt 6 évtizedben. A háromnapos konferencián kirajzolódott az az ismert tény is, hogy a személyiség alapvető formálója a család. Ezt támasztották alá az elhangzott élettörténetek is.